A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a kezdőkör nézőit és hallgatóit, fajsúlyos témákhoz, fajsúlyos vendégekhez lehetne a mai mottom, természetesen mindez szigorúan a szakértelemre és a témák súlyára vonatkozik, de azért elmondhatjuk, hogy férfias súlyjal estek a latba mai vendégeink itt a stúdióban, itt van velük Juhász László, a Videóton Baráti Kör Egyesület elnöke, önkormányzati képviselő, sziasztok. Nem először, most már az adásban, ez mindig egy kicsit ki is jelöli, hogy mi lesz a téma, bár Laci szívesen beszél egyébként, nem tudom, bocsáról is, hogyha arról van szó. Vakok csörgül a bármilyen. Így van. Mátai Balázs kollégánk, a Média 24 és a Média Centrum újságírója, és Horok László mindenki újságírója, és mindenki Lacia. Hát nyilván a foci fogja a mai adás gerincét képezni, annál is inkább, mert talán régen mondhattuk el, hogy valóban csupa jó hír, csupa mosoly, csupa optimizmus lehet-e pillanatban, ha beszélgetünk mondjuk a Fehérvár FC-ről. Nyilván az adásban majd vidizni fogunk, ahogy teszi minden fehérvári szurkoló időtlen idők óta. Nagyon emlékezetes meccset játszott most a hétvégén a Vidi, ugye az utolsó percekben megfordítva az Újpest ellen, ebben benne van az emlékezetességében az, hogy nyilván egy nagyon komoly fővárosi rivális ellen, hogy hajrában szerzett gólokkal, és hát azért azt is tegyük hozzá, hogy most már hatodik hazai mérkőzése óta veretlen a csapat, és az, hogy ötödik helyen áll a táblázaton gyakorlatilag három pontnyira a dobogótól, ez pedig hát olyan magasság, amire még két éve azt mondtuk volna, hogy hát mi az, hogy ötödik, kikérjük magunknak, de hát az elmúlt szezon, meg talán ennek a szezonnak a kezdete után is azért kevesen gondoltuk volna, hogy lesz még ilyen magaslatban is a csapat. Kezdjük talán azzal, mert aztán majd szeretnék beszélni tényleg így összefüggéseiben, vagy így nagyobb időtávot áttekintve is arról, hogy milyen folyamat zajlik valójában, hogy mennyire érzitek biztosnak most ezt a pozíciót, vagy pedig inkább arról van szó, hogy itt a hazai meccseken elkapott egy jó flow-t a csapat, és még mindig az van, hogy azért még mindig bármi lehet, főleg figyelembe véve, hogy néha el kell menni idegenbe is. Jó flót elkapott a csapat, ez jó kifejezés. Ez viszont önbizalmat is ad, és ennek előbb-utóbb idegenben is meg kell, hogy legyen az eredménye, mert az, hogy több mint naptári egy éve nem nyert a Vidi bajnoki meccset idegenben, tavaly október végén a Honvéd ellen, azóta nem. Ez azért nem éppen fehérvári jellegzetesség, még a korábbi időszakra sem nagyon volt jellemző. Hát dehogy nem, én emlékszem gyerekkoromban, mondjuk az jóval korábbi időszak, ez való igaz, korábbi, de itt igen. Hárman nagyjából egy idősek vagyunk, és Laci sem olyan sokkal fiatalabb, mint Juhász Laci. Ó, dehogy nem. Szóval, hogy én azért arra emlékszem, amikor gyerekkoromban szurkoltam a Vidinek, az mindig egy ilyen faktum volt, hogy itt a Sóston nagyon jó meccsek, bárkit le tudunk győzni, és aztán hát azért kellett imádkozni, hogy teljesen mindegy, hogy Nyíregyházától Pécsig, Zalaegerszegtől Sopronig ne kapjon ki a csapat. Valahogy akkoriban ez olyan magától értetődő volt, hogy a hazai az egészen más, mint az idegenbeli. A futball is sokat változott, meg nyilván a fehérvári futball történelemben is történtek azóta dolgok, és ettől elszoktunk, bevallom. De maradva most ennél a pillanatnyi jó sorozatnál, mert az, hogy itthon nyer a csapat, az most éppen egy jó sorozat, hiszen sok meccs volt zsinórban idehaza. Ez szerintetek elsősorban minek köszönhető most? Főleg, hogyha akár ennek a szezonnak a kezdeti döcögőségére gondolunk. Hát először is ugye annak köszönhető, hogy a Bartosz Zselek mester most végre jól cserélt, jól meccselt. Oda majd jössz egy bocsánat kérdéssel, majd elmondom az adatokat. Kettővel? Háromban, mert mind a három cserebe jött. Szóval március óta az első meccs, amit láttam némi éllel, ahol jól nyúlt bele a meccsbe, tehát még bocsánat kérdésre még azért nem. Várjál még, beszéljünk. Jó, oké, rendben. De most tényleg jól meccselt. Az, hogy itt sokan írták, hogy lemeccselte Vignyevicset, hát
igen, lehet, hogy a Vignyevics most egy kicsit belealudt a meccsbe, de azért én még mindig szeretnék egy olyan csapatnak szurkolni, vagy egy olyan csapatért szólítani, ahol egy Vignyevics kaliberű edző ül a padon, mint Dzselák, és tényleg nem akarom bántani, de még azért, tehát most már fél éve itt van, most már több mint fél éve a Dzselák, és tényleg most láttam először. És azért most nehogy piedesztára emeljük valakit, aki a 22. meccsén végre egyszer jól nyúlt bele. És egyébként sok lehetősége nem volt, mert hát fél időben is már ott beszéltük a kollégákkal, hogy na hát most már mikor jön a Kalmár, meg a Castrati, mert velük lehetne megbontani ezt az újpesti védelmet, és most nem várt a 75. percig, jött a 60. percben a csere. Ez kulcsmomentum volt. Ha te ülsz a Vili kispadján, akkor minimum már a dobogónál. Az biztos. Tehát a mentalitás, meg az akaratot... Ha ilyen egyszerű percben cserélsz, akkor... Fia, hazai meccseket nézve első helyen állunk. A vezetők már megrendelték volna a különgépet az első nemzetközi meccsre. Abszolút, abszolút. Jó, menjünk tovább. Laci már szegényit jelentkezik, kapar. Nem, de ez jó volt, hogy belejutem, mert a hazai meccsek tekintetében úgy első helyen állunk, ha jól tudom, ugye ebben a pillanatban. És hogyha úgy nézem, hogy az egy első etap lement a bajnokságból, jó plusz egy meccs, 12. forduló, nem 11. És még idegenben akkor... is van egy csapat, aki rosszabbul szállt, mint miért a Kecskevéz, aki nullázott az idén ebben de a szezonban eddig. Visszatérve a rendes kerékvágásra, talán hetekkel ezelőtt is én voltam legoptimistább, a minden kétségem ellenére, és az előbb, ahogy a Zoli mondta, hogy ez tartós lehet-e, vagy éppen idegenes állapot, ugye 3 pont a harmadik hely, de 3 pont a 10. hely is kb., ha jól tudom, 3, ugye? És, tehát elég sűrű itt a mezőny azért ebbe a középmezőnybe. Tehát én nem merem még azt mondani, hogy ez egy tartós állapot, de mindenképp a tendencia pozitív, főleg a hazai, mert azért azt se felejtsük el, hogy ugye múltkor, amikor nyertünk, ugye emberelőny, nem is egyszer, kétszer, és akkor mindenki azt mondta, hát ezért húztuk be meg rossz csapat ellen, most azért két jó csapat ellen, és a pszichés hatás azért egy kulcsmomentum volt szerintem az is, hogy amikor már örült mindenki, hogy kapunk egy 11-est, és akkor az se lett 11-es, de mégis tovább tudtunk menni, tehát hogy pszichésen azt gondolom, hogy mindenképp biztos, hogy előrelépett a csapat, és egyre inkább csapatként fúzionálunk. Én úgy azt írtam ki a közösségi portálon, hogy újra van csapatunk. Ez tényleg az érzés, hogy ilyen másfél év után talán, ha kijött belőlem ugye először. Tehát az akarattal eddig se volt a baj, szerintem a Dzseláknál az egész ősz tekintetében. Mert nem lehet azt mondani, nem mennek, nem akarnak a játékosok, csak valahogy nem akart összeállni a gépezet. Most a hazai meccsek tekintetében szerintem elkaptuk mindenképp. Az idegenbelire kellő önbizalommal vagyunk ahhoz, hogy hát mikor nem havos verjük meg a Fradit, igen, majd remélem holnap, vagy mikor csütörtökön jól lefáradnak a belgák ellen. Tehát, de az ember most az érzés van, úgy megyünk, és úgy tudom, egész szépen folynak egyek a Ferencváros vendégszektora, talán meg is fog telni, hogy úgy megy az ember erre a meccsre, úgy készül megint neki, amire már másfél éve majdnem nem készültél, hogy hú, tényleg, van valami a csapatban. A Kecskemét megmutatta most a példát, hogy kell a Fradi ellen. Igen, kellemetlenül. Így van, rá kell menni a pályára ekkével előző este, meg locsolni 3 napig, és akkor esetleg csúszni, lesz esély. Mászni, oda csapni. Félek, hogy az Üllői úton ezt nem ennyi fogják megtenni nekünk, ezt a szívességet, mert azért valóban ez a Kecskemét, és tényleg az ember azt gondolja, hogy ha valamire büszke a magyar futball jogosan, akár a régió, vagy a közvetlen régiót nézve, hogy a stadion állapotaink azok most már azért nem összehasonlíthatóak a szerbekével, románokéval, akár a horvátok, szlovákokat nézzük. Nálunk minden csodálatos és szép. Hát Kecskemét az egyetlen kivétel, ahol esik az eső és a szántóföld fogadja a csapatokat, és a európai formátumú Ferencvárosunk most már másodszor vagy harmadszor sétált bele ebbe a lápvidékbe, és maradt ott 0 ponttal. Van még egy Lacink, azért őt is hallgassuk meg. Annál is inkább, mert azért úgy vette vissza, hogy ő összefüggéseiben, meg egy kicsit talán nagyobb távba gondolkozva szokta elemezgetni ezeket a meccseket, és neked azért Dzselák felé is voltak pozitív gondolataid korábban. Gondolkodtam idefelé jövőt, hogy mi az a pont, amikor egy klubvezető elveszti a bizalmát. Az ESMTK után én úgy gondolom fölállítottam volna, mint hogy nagyon sokan. Nem tették meg, részben azért, mert nincs sportigazgatója a klubnak, az ügyvezető látja el ezt a feladatkört, aki nem futballszakember, tehát hagyták dolgozni tovább. És a meccs elején egyik utánpótlás edzővel nézte a meccset, aki mondta, hogy látta, hogy feláll a kispadról a kapus edző, és oda megy a kapushoz, és mondja, hogy mindjárt jelzi, hogy fáj a lába. Kihívja, 0-1-nél volt, és támadott az Újpest. Azt mondja, hogy átrendezi a taktikát, kihívja a csapatot, és hidd el, minden megváltozik. Be is jött, Tóth Balázs jelezte, hogy megsérült a combja, Elbert András visszajött, csapatot maga mellé, és ahogy... Magyarán ez egy kamus érülés volt, hogy lesen időt kérni? Nem tudom, de ezt már harmadszor játsszák el, és most elkezdtem tudatosan figyelni, és a... nem biztos, de minden esetre ott minden megváltozik. És néztem az arcokat, ahogy kijönnek, és hallgatják Dzselákot. Előtte már figyeltem 2 hete, ahogy Kalmár is,
úgy beszél hozzá a többi játékos is, tehát ez az ember bírja az öltöző bizalmát. És ez úgy gondolom, hogy hosszú távon lehet érdekes, illetőleg a 12 csapatos élvonalnál, hogy valóban a 10. 3 pontra van, de a 11. már 10-re. Tehát azért itt nem nagyon kell hátrafele nézni, tehát van 20 pontunk, és ebben a rendszerben azért 3-4-5 győzelemmel rögtön a csapat vagy. Tehát ahol most tartunk, én úgy gondoltam, hogy leszünk most a 9-10. Helyen, és félni kell az ősz végétől ezzel szembe. Most már nyugodtan tekinthetünk előre. Én nem vagyok híve a 12 csapatos NB1-nek, úgy gondolom a magyar futball háttérgazdaság elbírna már 14-et, de 16-ot is, mert azt továbbra sem tartom korrektnek, hogy a kis csapat kétszer megy a nagy csapathoz. Tehát ez egy nem egy szerencsés rendszer. De az biztos, hogy én úgy gondolom, hogy a csapat lényegesen előbbre tart eredményesség és játék tekintetében is, mint én korábban gondoltam. Nagyon érdekes, amit a Gzselák iránti bizalomról mondasz a csapat részéről. Ez korábban is felmerült, mert valóban a testbeszédekből, a nyilatkozatokból le lehetett ezt venni, és most, hogyha valaki megnézi, van fönt a klub honlapon egy rövid videó, ilyen háttér, tulajdonképpen egy ver kerül az Újpest meccsről, ami nem csak a pályán történtek vannak, hanem az öltözőbeliek is, főleg a mérkőzés után, de már a meccs előtt is az a fogadkozás, azok a tekintetek. Valóban nekem is azt üzeni, hogy ez a szakmai stáb most a vezetőedzővel az élen, ez tényleg uralja az öltözőt, bírja a játékosok bizalmát, aminek viszont nyilván nem az az oka, hogy egyébként nagyon szépen fésüli a haját, vagy kedvesen elbeszélget az emberekkel, hanem hogy szakmailag megalapozottnak tűnő dolgokat csinál a játékosok számára. És itt érhetnénk át, azért vannak érdekes adatok. Ez a csapat az első 6 fordulóban, ugye 12 ment le, és gyakorlatilag pont a felénél egy hadrendet váltott. Akkor állt át 3 védős rendszerre, tehát az addigi 4-2-3-1 lett 3-5-6. Kettő, egyébként nagyjából párhuzamosabb, hogy Gergényi megérkezett, és lett egy elég sok helyen használható játékosa a Gzseláknak. És óriási különbség van a két felállással elért eredmények között, mert még az első 6 fordulóban 4 pontot szerzett a csapat, a másodikban, miután ez a váltás bejött, 13-at, tehát így járunk most 17-nél. A gólkülönbség pedig 8-12 volt a 4 védős rendszerben, és 16-13. Tehát a kapott gólok azok nagyjából megegyeznek, viszont sokkal, sokkal attraktívabb és támadóbb lett a csapat. Persze nyilván sok hazai meccs volt, tehát ez is azért belejátszik. Csak azt akarom mondani, hogy mintha a Gzselák valóban tanult volna a hibájából, vagy próbált volna a keret lehetőségeihez szabni egy olyan taktikát, olyan felállást, ami láthatóan jobban működik. És azt gyanítom, hogy az edzői erény, tehát ezt azért ne vegyük el egy edzőtől, hogy nem csak egy meccsen kell tudni úgy váltani, hogy a lelátónóta bekiabálod, hogy a 25. percbe kéne cserélni, nem a 65-ben, hanem nyilván hosszabb távon is ilyen szempontból. És én azt látom, hogy a Vidivek, hogyha van valami, amiben az előrelépés megtörtént, Kalmár is szezon közben érkezett, Gergény is, tehát jöttek jó játékosok is, ez is igaz, de valahogy ez a fajta szakmai hitele most szerintem megvan az edzőnek. Igen, és azt se felejtsük, ha a statisztikáról beszélünk, hogy nem csak a tartásunk van meg abban a tekintetben, hogy akár most a kihagyott 11-es, hanem ha azt a statisztikát is néznénk, hogy a második félidőben vagyunk jobbak, megvan nála is, nagyon jó, hogy sokkal jobbak vagyunk a második félidőben, és vissza, tehát forból mindig vesztes helyzetben is föl tudunk állni, sőt, ugye azt is hozzá kell tenni, hogy ugye az emberek mit szeretnek, a közönség, ha van gól, ha úgy megy a foci, és a Fradi után a második legtöbb gólt rúgtuk ebbe a pillanatba, a bajnokságba. Tehát, hogy ha így elemeiben nézzük a Videoton teljesítményét, őszi teljesítményét, akkor a tendencia, hogy te is mondtad, hogy az első 6, utána a második 6-ot is nézve, de ha maga a meccs közbeni folyamatokat is nézzük, akár amit a Horoglac is mondott, igen, ez feltűnő, hogy eddig is arról beszéltünk, abban nagyjából egyetértettünk, egy ember kivétel lehet, hogy nagyjából egyetértettünk, hogy az edző szimpatikus, jó kiállású, stb. Csak valahogy nem tudja elkapni. Hát most elkapta ezt is, és azt gondolom, hogy az emberek ezt szeretik, hogy van gól, van foci, van játék, a hazai pályán ez mindenképp bejön, ha ezt át tudjuk ültetni idegenbe is, akkor még a végén szép lehet a vége is, mert tökéletesen egyetértek Horoglacival. Én is azt mondtam, hogy egy ilyen stabil közép, jobbak leszünk, mint tavaly, mindig ezt mondtam, egy stabil középmezőny. Én se gondoltam volna azért, hogy most itt a 12. fordulóba hirtelen felugrunk az 5. helyre. Igaz, hogy ez tényleg akár egy pillanat is lehet, mert a Ferencváros ellen valljuk be, hogy azért a Fradi otthon nagyobb eséllyel vág neki a meccsnek, de én azt gondolom, abszolút nem mehetünk esélytelen, még mondhatnám azt is, hogy 3 esélyes ez a mérkőzés, úgyhogy bármi lehet ebből is. Hát azt gondolom egyébként, hogy a további stabilizálásnak és az előrelépésnek elsősorban a védekezés
további javulása lehet az alapja, mert azzal együtt, hogy valóban 24 gól 12 meccsen, tehát két gólos átlaga van a csapatnak, és az utóbbi hazaiak aztán pláne, tehát itt három alatt nem nagyon rugott a Vidi. Viszont 20 kapott gól, az azért soknak tűnik ennyi forduló alatt, és még a sok rugott gólos meccseken is előfordult, hogy kaptunk is. Én azt gondolom, hogy egy Ferencváros otthonában abban azért nem nagyon bízhatunk, hogy majd ott hozza le akár 0-0-ra a meccset a csapat, ami nem lenne egy rossz eredmény jelenleg a Fradi otthonában. Szóval van még hova fejlődni. De amit Laci mondott az imént, ahhoz tényleg egy statisztika, az egész bajnoksi, tehát az összes meccset tekintve 12 mérkőzésből 9-szer, tehát a 3/4 a mérkőzéseknek a csapat szünetben hátrányban volt. Ebből egyetlen egyszer volt csak két gólosban, de az összes többinél hátrányban. Tehát 9 mérkőzés, amit a második félidőben kellett volna megfordítani. És még a maradék háromból is, amikor nem voltunk hátrányban, egyszer az MTK ellen a 45+1. Percben, tehát gyakorlatilag még az első félidő legeslegvégén rúgtunk gólt, és egyszer az Alaegerszeg ellen, amikor szünetben vezettünk, de ott is még utána hátrányból kellett fordítani. Tehát ez a képessége a csapatnak, hogy hátrányból akár fél-fél idő, vagy fél meccs, vagy még rövidebb idő alatt megfordítsa, ez kétségkívül megvan, és itt megint azt tudom mondani, hogy ha mentálisan rendben van egy csapat, az azért valószínűleg a szakmai stábnak is köszönhető. Érdekes dolog ez, hogy most már olyan játékunk, hogy eljönnek azok a pillanatok, amikor minden jön. Itt volt a Diósgyőr meccs, ahol úgy rúgtunk 4-et, hogy tulajdonképpen az ellenfélnek is megvoltak a lehetőségei, de ott mi szerintem minden helyzetet értékesítettünk. Mint előtte nem sokkal korábban voltam, mondom, egy Fradi Pakson, a Paks azóta 6-ot nyert Zsinórban, most legutóbb X-et voltam a Kisvárda ellen, de ott fél időben 6-1-re vezetett a Fradi, amit kapura rúgta, gól volt. Tehát ma már a Vidi játéka megengedi azt, hogy tényleg egy kiki szituációkból folyamatosan mi jövünk ki jobban. És visszatérve az elmúlt fél évre a nagyon nehezen kívül volt bennmaradáshoz, őszi kezdés, nem minden meccsen játszottunk annyira alárendelt szerepet, mint amit az eredményeink mutattak. Sőt, mertem azt mondani, hogy voltak kimondottan jó meccseink mezőnyben, csak a 16-os előtt megakadt a gépezet. Tehát azért a Kodró, amikor ide került, azért kettesével rúgta a gólokat, azért óriási lökés volt. Most például, ahogy beálltak a cseréink, ott azért nagyon jól alakult minden. Tehát én úgy gondolom, hogy játékba léptünk nagyot, és mondom az öltözői kohézió, hogy azt érzem a kispadon folyamatosan, hogy rend van. És hát, és nem mondom, hogy most kell akkor bocsánatot kérned, Balázs, az edzőtől, de hogyha a mentalitásról beszélünk, abszolút pozitívan csalódtam, tényleg. Nem csak a mentalitásról van itt szó, amikor egy csapat fordít, és akkor még most hozok még egy szerintem egészen döbbenetes statisztikát, tehát nem csak a második félidő. A második félidőn belül a 24 gólból, amit szerzett eddig a Vidi, 10-et, ami a 41%-a a góljainak, az utolsó 10 percen belül szerzett, ebből egyébként 4-et a 90. perc után, volt, hogy a 90+9-ben, és ezek pontotérő gólok voltak. És az összes többit, tehát a 10-ből 4-et a 90. perc után, az összes többit, 6-ot a 80. perc után, a 80. és 90. között. És itt nem csak mentális erőről van akkor szó, hanem fizikumról is valószínűleg, mert nyilván egy fizikálisan erős csapat be tudja darálni a végére elfáradó ellenfelet. És hát az, hogy egy csapat 41%-a a góljának a 80. perc után esik, ezt azért már nem lehet statisztikai hibának tekinteni. Ezt abszolút nem. Tehát statisztika nem hazudik, meg a számok nem hazudnak, ez teljesen egyértelmű. Viszont itt gondolkodik el az ember azon, hogy viszont láttunk például egy Debrecen elleni meccset 2 hete, ahol a 60. perc után a csapat fele a támadó harmadból már vissza se jött védekezni gyakorlatilag, tehát ott úgy látszott, mint a csapatnak nem lenne erről léte. Itthon pedig rúgjuk a gólokat a 80 és a 95. perc között úgy, hogy semmi jelet nem látom annak, hogy fáradt volna a társaság. Szóval tényleg nagyon kétarcú csapat lett a Vidi ebben az elmúlt, nem is azt mondom, hogy fél évben, hanem ebben az elmúlt egy szezonban, másfél szezonban. És ha már a Fradiról beszélünk, akkor én csak annyit szeretnék, hogy Zselákot bántom sokszor, vagy kritizálom sokszor, nem bántom, mert emberileg nincs vele semmi probléma emberileg, meg nyilván a taktikát, és minden nem felkészült jó edző, csak a meccseléssel volt eddig problémám. Most, ha ezt tudja állandósítani, ahogy most meccselt az Újpesten, akkor szerintem mindenki kalapot fog emelni. Nyilván összetett szakmáról beszélünk, hiszen valóban hosszabb távon felkészíteni egy csapatot, akár az, hogy hosszabb távon jöjjön ki, hogy milyen alapozást végzett, hogy milyen módon nyúl az emberek
védekez, milyen taktikát talál ki, és még ehhez jön az, hogy meccseken is valószínűleg rá kell érezni, és valóban jókat rá, így van, és akkor most jön a Fradi meccs, és itt visszacsatolnék a Zserák második meccséhez, amit itt töltött a Vidi kispadján, amikor pont a Fradihoz mentünk, és egy nagyon tisztességes meccset tudott játszani a Vidi, és egy olyan 2-2-t, ami után azt mondtam, hogy közelebb voltunk szinte a győzelemhez, mint a Fradi, hiszen ott volt egy nagyon kikockázott... Azért lehet, hogy ez az edzőváltások utáni szokásos visszavonulás. Igen, az is benne volt nyilván, de én azt gondolom, hogy azzal a meccsel most így, ha előre lehet kalkulálni, vagy kívánni valamit, akkor azzal a mentalitással, azzal a hozzáállással, és azzal a meccsképpel, amit a Fradi ellen akkor játszott a Vidi márciusban, azzal én most elégedett tudnék lenni. Aztán lehet, hogy az most elég lenne a győzelemhez, lehet, hogy csak egy tisztes vereséghez, de az ott rendben volt ez a meccs. Nagyon érdekes kérdés, mert azt gondolnám egyébként, nyilván nem szakmailag, mert nem értek ennyire hozzá, hogy az, hogy idegenben például ilyen képet mutat a Vidi, mint Debrecenben, annak azért lehet köze ahhoz, hogy valóban alapvetően mennyit kell futni, mennyit kell mozogni, mennyi a mentálisan is, hogy alapvetően védekezésre rendezkedek be, arra játszom, hogy most már egy év után legalább megúszszak egy meccset idegenben, vagy pedig, mint itthon, bátran előre neki menni, letámadni. Úgy tűnik, hogy időnként ez kevésbé fárasztó szinte, mint ez a folyamatos idegbelevés a védekezéssel. Ugyanakkor nekem nagyon komoly elégtétel volt az Újpest elleni mérkőzést, a tekintetben, hogy hát én nem akarok rosszat mondani, ugye a Diós György fiatal vezető edzőjére, aki egy 4-0-ra elvesztett meccs után ilyen sértett kisgyerekként azt mondta, hogy hát ő többbe akarta adni az ellenfél védekezőt, kikérjük magunknak, hogy védekeztek itt, hogy milyen védekezős csapat ellen nem szeretünk játszani. Mert ott azért egy 4-et rúgott a Vidi a nagy védekezés közepette, itt az Újpest ellen pedig hátrányból gyakorlatilag folyamatosan darálta be az ellenfelét. Tehát én azt érzem, hogy amit itthon meg tud csinálni a csapat, azt kellene valójában, tehát nem biztos, hogy kéne húzni egy vonalat, hogy idegenben akkor mást játszunk. Mert annak lesz az az eredménye, hogy keresi az identitását a csapat. Ha egy csapat tud letámadni az ellenfelet, bedarálni, nyomás alá helyezni, jó, nem a Fradi pályán, de mondjuk idegenben, akkor azért elvárható, hogy ott is megpróbálja, nem? Miért kell nekünk Pakson védekezni? Hát szerintem is nyugodtan játszhatnánk azt, amit itthon hozunk. Tegyük hozzá, azért van egy jó közönségünk, azt el kell mondani. Tehát, mentek idegenbe is. Főleg azért a mostani meccs, ez, hogyha már közönség szót kimondtam, hogy a szombati mérkőzés az azért nagyon lehetett látni, hogy mindenki, a lelátón is mindenki egy kicsit máshogy szabadultak fel a dolgok, hisz az egész stadion nem csak az RBD-t, az RBD az azt gondolom, hogy a maximumot hozza mindig a 10 csillagot, tehát azzal nincsen probléma. De az egész stadion tekintetében lehetett látni, hogy valahogy máskor is nyertünk, máskor is rúgtunk gólt, mint ha egy kicsit azt éreztem volna, hogy ilyen euroforikusabb, ilyen még megcsináljuk ez az újra jó itt lenni a meccsen. Tehát, hogy mintha ez tört volna ki az emberekből. És a támadó foci tekintetében már beszéltünk ugye a Gergényiről, aki bár védő, meg a Kalmáról. Én is egyetértek azzal, hogy ők azért, amikor érkeztek és beépülni kezdtek a csapatba, az is szerintem sokat változtatott, hiszen a Gergényi ad egy olyan magabiztosságot, a Kalmár az meg nem kell, tehát a magyar szinten szerintem extra klasszis játékos. De amit akartam ebből kihozni, hogy nem említettük a Sőn Szabolcsot is, ugye akit néha ki is hagyott a Zserák, nem játszott feltétlenül, most egy teljesen, nem teljesen, de ez egy picit más poszton játszik, és a Szabiba van főleg az a, tavaly is megvolt szerintem tavasszal benne, az a győzni akarás. Tehát nem csak az erről lét, hogy meddig bírjuk, hanem nyerő típusúvá kezd válni a keret. Az ő tavaszihoz képest mindenképp. Tehát olyan játékosok érkeztek, és a régiek közül is, akik maradtak, akik nyerő típusúak. Tehát ez sokkal könnyebb azért dolgozni. Nem beszélünk egyik valóban, hogy a kereten belüli változások is valószínűleg hozzájárulnak, hogy most más arcát mutatja a Vidi. És a kapusról ne feledkezzünk meg, az is nagyon fontos volt a Tóth Balázs érkezése. Igen. Tehát, hogy, és ebben nyilván megint szerepe van akár még most már nem ott dolgozó embereknek is, hiszen előző sportigazgatónak, vagy akár Zseláknak, aki beleszólhatott, gondolom én az igazolásokba. És akkor vele kapcsolatban még egy gondolat, aztán lassan lehet, hogy lezárjuk a Vidi témát. Svédországban őneki ugye egy gyengébb szezon után jött egy olyan, amikor mindenkit meglepve, nem is tudom, másodikak lettek a bajnokságban. Ami szerintem nem csak egy történelmi érdekesség, de szerintem azt mutatja, hogy lehet, hogy ez az ember valóban hosszabb távon tud hatékonyan építkezni, a környezetet, az ellenfeleket, a közeget megismerve. És hogyha ez kellő hatékonysággal és kellő kitartással csinálja, akkor az a valószínűleg a környezetének is azt üzeni, hogy ő tudja, hogy mit akar és megy előre. És még az is lehet, nem gondolom, hogy most feltétlenül abban kell gondolkoznunk, hogy itt a Vidi majd megint második lesz, vagy európai kupa szereplő,
De ez az előrelépés, ez simán megtörténhet, mert a vezetőedző úgy tűnik nagyon hisz abban, amit csinál. Tulajdonképpen az elmúlt néhány hónapnak a quintesszenciája az, hogy az utolsó 10 percben születnek a győztes gólok, tehát a csapat 80 percig altat, illetőleg kiszolgálja a közönséget, hiszen mennyivel jobb úgy hazamenni, hogy megint nyertünk. Tehát tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy tényleg a kiszámíthatóság, ez most már tetten érthető, és én nem gondolnám, hogy vereségszériában, nagyon jó spirálban van most már a csapat, én nem gondolom, hogy lehet picit lejjebb, de én inkább úgy gondolom, hogy érdemesebb előre tekinteni. Hát fájjon a Ferencváros vezetőedzőjének a feje, aki ugye legutóbb egy Szántóföldön kellett, hogy játszotsa a csapatát, most csütörtökön egy nagyon fontos európai kupa mérkőzésen, aztán utána megint gondolkoztat, hogy hogyan rotálja majd azt az egyébként irillésre méltóan gazdag keretet, mert ott azért tényleg vannak jó játékosok. Nem tudom, biztos a győzelem, hát nem az RBD-t kérdezem, mert nyilván mindig és mindenkor, de hát mondanám, hogy ez most egy nagy próba lesz, meg azt is, hogy kicsit jobban örülnék, ha csak egy kicsivel gyengébb ellenfélhez utazna most ebben a pozitív szériában a Vidi. Bármi lehet szerintem a vasárnapi mérkőzésen, abszolút pozitívan tekintek előre. Tényleg három esélyes, tehát ez a Fradiba, bár a Laci mondja, hogy én sem abba hiszek, hogy most minket nagyon meg akarnának verni, vagy többször egymás után, mert tényleg elkaptunk egy spirált, de egy Fradi pályán ezzel a kerette benne van, most a Genk után meglátjuk, hogy rotálja a játékosokat ugye a Fradi, akik ugye kevesebb lehetőséghez kapnak, azok ugye most bizonyítani akarnak ellenünk, tehát azért ez benne van mindenképp, viszont tényleg egy fölfele jövő ágban vagyunk, tehát ez a meccs az, ami klasszikus háromesélyes, bármi lehet. Akár meglephetjük mi is a zöldeket, a zöldek is kivetnek egy jó teljesítménye, hiszen tényleg, ahogy te is mondtad, a hatalmas a keretük, és gyakorlatilag minden poszton szinte kettő, vagy akár még több bevetető azonos képességű játékosok vannak. Én optimista vagyok. Egy jó meccs hangulat lesz, biztos, hogy a zöldek is sokan lesznek kint, mi is sokan leszünk Fehérvár, egy igazi futballrangadó lesz szerintem. Abszolút egyet lehet érteni Lacival, azzal kiegészítve ezt a történetet, hogy tényleg nem kell idegenben sem a Vidinek mást játszani, ami otthon jól megy. Hát Istenem, hát lesz egy pár 6-8 ezer néző, aki a Vidi ellen szurkol, de hát most a gyep ugyanolyan, a labda ugyanolyan, most pufogtathatjuk a közhelyeket, de tényleg nem kell megbontani, ami itthon jól működik. Önbizalommal szerintem most már nem lehet azt mondani, hogy a csapat rosszul állna, hiszen most tényleg megpakolhatta magát ebben a szegmensben, rendesen feltankolhatott önbizalommal. Úgyhogy én is olyan szempontból mindenképpen optimista vagyok, hogy bár tudjuk, hogy a Fradi kerete minőségibb, bővebb, mindenféle tekintetben több, mint a Vidié, de ennek a Vidinek most én nem gondolom, hogy félni kellene az Üllői úton. Hát meglátjuk, én abban bízom nagyon, hogy ugye nagyon sok adáson át temettük, meg kritizáltuk, meg aggódtunk a Vidi miatt. Most, hogy elkezdtünk optimisták lenni, remélem, nem fordul majd megint vissza az egész, hogy magunkat kelljen cáfolni, de én is bízom. Azon is egyetértem. Nem ezen múlik nyilván. Szóval, ha kapnánk egy hatost, mint a Paks, és utána nyernénk folyamatosan a harmadik helyig menetelve, vagy a másodikig, még azzal is egyet lehet érteni. Talán annyira bátran nem kell játszani, mint a Paks azért, és akkor nem biztos, hogy kap hatot a csapat. Biztos, hogy nem. Az elmúlt győzelmek hatására tényleg olyan helyzetből várhatjuk azt a meccset, hogy ha kikapunk, akkor sincs semmi baj. Én úgy gondolom, hogy nagyon nyugodt X-re be fog állni ez a csapat, mert teljesen fölösleges támadni, mert azért tranzíciós játékban a Fradi a megszerzett labdákkal a középpályán nagyon gyorsan lendül támadásba. Gyors ékek, tehát tulajdonképpen a Fradi az előrejátékban végtelen erős. A védelmük nem biztos, hogy annyival jobb, mint mondjuk a miénk, de az biztos, hogy előrefele a hatékonyabbak, és úgy gondolom, hogy nem szabad nekik területet hagyni. Én egy nagyon korrekt 0-0-a abszolút elégedett lennék. Jó, hát meglátjuk, sok meccs azért nem volt a Vidinek ebben a szezonban, amelyet kapott gól nélkül sikerült zárnia, úgyhogy bízzunk benne, hogy talán egy bravúrral majd pont most és pont ott. És akkor beszéljünk egy kicsit a válogatottról, pontosabban arról a történésről, amely hát ennél az asztalnál úgy tudom két ember biztos, hogy érint, mint akik hagyományosan és rendszeresen, de legalábbis alkalmasint elkísérik a magyar válogatottat a külföldi mérkőzéseire. Ugye jelen pillanatban is úgy áll a helyzet, hogy a magyar válogatottnak a hátralévő két Európa-bajnoki selejtezőből egy pontot kell szereznie ahhoz, hogy biztosan kijusson a jövő évi németországi Európa-bajnokságra. Nagyon sokan gondolták és most is gondolják, hogy ezt az egy pontot a csoport messze leggyengébb csapata Bulgária ellen meg lehet szerezni. Azért mondom ezt, mert most bolgárok legutóbb Litvániától is kikaptak otthon. Ennek a vereségnek aztán lett egy olyan következménye, ami viszont most már minket is érint, hiszen a bulgár ultrák elégedetlenkedése átcsapott egyfajta, hát hogy mondjam, fenyegetésbe, vagy tetlegességgel fenyegetve
úgy döntött a Bolgár Szövetség, hogy nem vállalja a mérkőzés nézők előtti megrendezését. Az UEFA ehhez asszisztált, ami számomra egy kicsit meglepő, mert egy európai szövetségnek nem lehet az a célja, tényleg nem háborús zónáról beszélünk, vagy nem valami rendkívüli politikai helyzetről, nézők elő játszanak, vagy nézők nélkül. Ehhez képest Plovdivban bezárják a kapukat, nem utazhatnak a magyar szurkolók sem. Eléggé furcsa helyzet. Juhász Lacit azért kérdezem, mert kicsit mind a két végét értheti ennek a dolognak. Egyrészt vannak a kritikus ultrák, azért ennek a miben létét is tudhatjátok ti is. Magyarországon is előfordult azért, hogy a nem tetszését fejezte ki a szurkolótábor, vagy nem úgy viselkedett, ahogy azt sokan elvárták volna. Másrészt van egy büntetése miatt, ami viszont most titeket is keményen érint. Gondolom, te utaztál volna Plovdivba. Hogy látod ezt egy ilyen helyzetet, amikor egy ultraközönség vagy egy szurkoló tábor ilyen végtelen rossz eredmények után tényleg kicsit keményebb lesz? Ezzel gondolom azért tudsz azonosulni. Viszont ez most olyan helyzetet eredmény az, amivel meg nehéz. Igen, meg azért azt ne felejtsük el, hogy bár érthetetlen számomra is, hogy ez a döntés, meg hogy egyáltalán az UEFA ilyet tényleg engedélyez, mert nevetséges, nincs ott rendőrség, vagy semmi, nem, tehát tényleg vicces az egész, hogy nincs, ahogy te is mondtad, nincs rendkívüli helyzet. De az azt hogy tegyük hozzá, hogy a balkániaknak, amikor eldurran a fejük, hogy ezt a balkán szót milyen pejoratív értelemben használjuk általában itt Magyarországon, vagy akár ugye nyugaton is, mert azért a vérmérsékletük akár ott a szerbeknek, akár a bulgároknak is tud, és a bulgár ultratársadalomban, igen, ott azért nem kis pályás gyerekek játszanak, tehát ott azért vannak eléggé kemény dolgok, tehát hogyha ők behűlnek, hogy így fogalmazzak, akkor azért tud probléma lenni, de hogy ez miatt egy rendező ország nem tud egy mérkőzést megrendezni, az számomra is nonsens. Az, hogy ugye mi is büntetve vagyunk, ugye most 2500 jegy kelt el, de szerintem meg lett volna 3000 is jövő hétig, tehát a maximumot elhoztuk volna, hiszen mindenki bízik abba, hogy ott hozzuk be a meccset, bár nem lesz könnyű, azért tegyük hozzá, hogy kikapott Litvániában, mi is kikaptunk sajnos, tehát azért ez a for, ez nem volt, hogy az utolsó meccsünk, meg ugye teli vagyunk sérültekkel. Mi nem kaptunk ki, mi döntetlent játszottunk, de sokan teli vagyunk sérültekkel. Teli vagyunk sérültekkel, ez nagy baj, bár most ott is úgy néz ki, hogy egy-kettő tér vissza, akár lásd Kalmár is újból, ugye úgy néz ki, hogy hadrafogható. Tehát nem lesz könnyű. Még mindenképp mentem volna, hiszen az elmúlt két EB-n, amit nagyon hosszú idő után, több évtized után sikerült kínlenni, akár a francia, akár a budapestin is sikerült ugye ott lennem. Az összes magyar mérkőzést láttam, úgyhogy azt gondolom, hogy amikor megvan az esély, hogy na ez a mérkőzés, amikor kijutunk az EB-re, azon ott akarok lenni. Hát Litvániában is ezért voltam, ott könnyebb helyzetben voltam, mert repülővel mentem, gyors voltam, és viszont szerencsés helyzetben voltam, mert nem kell maceráznom a repülővel, hiszen mi autóval vágtunk volna, ami nem olyan életbiztosítás a Balkánra menni. Nagyon érdekes lehet a bolgár játékosok helyzete ebben. Ugye ők egyrészt most majd azért játszanak zárkapuk mögött, mert a saját ultráiktól félve a szövetség ezt így rendelte el. Nem tudom, ti mit gondoltok arra, hogy a játékosok örülnek-e ennek, mert az, amit te mondasz, amikor eldurran az ultrák agya, ott azért a játékosok is tudnak kapni rendesen. Tehát még azt is el tudom képzelni, hogy ők annyira nem fogják hiányolni most ezt a fajta kritikát a nézőtéről. Viszont utána elmennek Szerbiába, ahol meg azért lesz zárt kapus a meccs, mert a szintén nem kis szelíd gyerek szerb ultrák pedig ugye a rasszizmus miatt kaptak egy ilyen büntetést a korábbi tetteik miatt. Tehát azért eléggé nonsensz, hogy úgy ér véget lassan egy selejtező csoport, hogy a nézők nem láthatják a mérkőzéseket. Cserébe majd Montenegro ellen teltház lesz a Puskás arénában, hiszen oda meg már minden jegy elkelt. Nagy utazó vagy te is, Laci, gondolom terve volt véve. Te mennyire tudod elfogadni ezt a helyzetet? Én nem voltam kint a szerbiai meccsen, amit utólag nagyon sajnálok, mert úgy volt, hogy zárt kapus. És amikor kiderült, hogy 4000 gyereket, meg néhány majdnem felnőttet beengednek, tehát volt ott futballhangulat, az már késő volt az akkreditációhoz. Litvániát kihagytam, mondom, nagyon felkészülök erre. Meg is volt a jegyünk, én kértem akkreditációt, megszerveztük az utat, hogy megállunk Nizsbe, megnézzük a Törökvárat, tovább megyünk szállás Szófia előtt, miután az ultrák már ott lesznek előző nap a városban. Utazási tippek kezdő futballszurkolóknak rovatunkban. És aztán tegnap délelőtt robbant a bomba, hogy nem megyünk végül is. Este már kerestem az MLS illetékesét, hogy lemondjam az akkreditációmat, hogy aki így is nekivág, az menjen.
Plovdiv nem lett volna rossz, ha nem zárt kapus a meccs, hiszen egy gyönyörű város. Tehát egyszer voltam egy utazás kiállítósan, mese szép, amfiteátrummal, római romokkal, romvárossal. Tehát csodálatos a hely, a stadion nem annyira modern, de ahol a meccset rendezik Szófiában, Vasilevszki, az se túl modern. Tehát én nagyon szerettem volna kimenni, én úgy gondolom, hogy ezt a meccset mi megnyerjük. A bolgár futball állapotaira jellemző, hogy azért ők a világ élcsapatai között tartották őket számon. Arról a videóban is beszéltünk, így van. Tehát tulajdonképpen ők egészen mentek a négyig, és világsztárok sorát. Nem csak Stoichkov, hanem Kostadinov, de sorolhatnak. Hát ők 30 év alatt nagyjából úgy építették le magukat, ahogy mi 86 után. Tehát tulajdonképpen 94-ben ugye tényleg egy világbajnoki bronzmeccset, a svédektől Henkel-Arzen gólyaival. A negyedik csapatról beszéltünk, világklasszisokkal, tényleg Balakov, Kostadinov, bár ő pont nem volt ott azon a VB-n, de Stoichkov, és hát Trifon Ivanov, akinek mélyen ültek a szemei. A gyönyörű Trifon Ivanov, és már is szomszédként ugye Jordan Lechkov, aki Lechkov, a németeket igen. kicsapta a fejes góljával, ez egy elképesztő jó generáció volt. Aztán azóta gyakorlatilag se klub, se válogatott szinten sehol nincsenek, mi meg ugye pont az ellenkező utat járjuk be. De hát ennek azért nem kellene azzal járni, hogy akkor nem nézheti meg a néző a meccset. Igen, ahogy a román és a bolgár futball kéz a kézbe leépült, úgy indultunk mi felfelé egy nagyon jó szervezés és átgondolt jövőépítésnek köszönhetően. Egy autokrata vezetés van, ezek a korábbi szovjet tömbből megmaradt keleti típusú országok, ahol a sportvezetők még úgy gondolkodnak, hogy mi volt 30-40 évvel ezelőtt, már pedig az lesz, amit én mondok, és ők nem hallgatnak a közvéleményre, a drukkerekre, megválasztották őket X évre, bebetamozták magukat, és ők nem hajlandók menni. Most ezt megunták az útrák, az más kérdés, hogy mennyire lehet rend abban az országban, hogy ott nem tudnak rendet tenni. Tehát az nagyon furcsa, hogy nincs egy háttérbeszélgetés, tehát roppant blama, egyrészt kellemetlen nekünk. Hát azért ebben nem kell nekünk sem messzire menni, tehát itt is voltak még nemrég is zárt kapus, meg zárt szektoros meccsek, ugye a szurkolói ritmusok, vagy akár dobálózás, akár rasszista felhangok miatt, amiket persze mi kikérünk magunknak, de azért itt is történtek ilyen problémák. Más kérdés, hogy a futballunk, vagy a válogatottunk legalábbis közben szépen felemelkedett. De nem olyan jellegű botrány készülődött nálunk, hogy a saját vezetőinket akarjuk megverni, és a saját játékosainkat. Tehát ott mi még nem tartunk, és nagyon remélem, hogy tulajdonképpen a határokat azért döntően mi Kopházánnál lépjük, hát nem Ártánnál, amikor a cselekvési tervről beszélünk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez kiszúrás a magyar drukkerek, és Csányi Sándor is nagyon korrektül fogalmazott ma délelőtt, hogy kényszerből elfogadjunk, mert nincs lehetőségünk a beavatkozásra. Az UEFA-t nem értem, hogy ezt kapásból elfogadta. Mert itt gyakorlatilag Bulgária abban a helyzetben van, hogy a szereplésük okán nem nagyon mennek a szurkolók a válogatott meccsére, mert tényleg nagyon gyengék. Akik meg mennének, azok meg balhézni mennének, úgyhogy nekik ez így teljesen egy kényelmes döntés volt, hogy hát akkor mi úgy döntöttünk, hogy nem engedünk be nézőket, pont. Az UEFA pedig azt mondta, hogy ja, hát ha ti, akkor mi meg ezt engedjük. Ez nekem egy kicsit furcsa. Ugye ismerős az akár bajnoki mérkőzésekről is, hogy azt mondják, hogy kiemelt kategória, és akkor a rendőrségnek duplán kell biztosítania, de ez általában a balhés, vagy a várhatóan balhézó szurkoló táborokra vonatkozik. Nyilván egy Újpest Fradin is elsősorban a kemény magokat kell egymástól elválasztani, és az, aki kimegy egy semleges szektorba a gyerekével, vagy a családjával, az ettől még megtekintheti a meccset. Én ezért nem értem, hogy miért nem mondta azt az UEFA, hogy rendben, akkor zárjátok le a szektort, ne engedjétek be az útrákat, de például a magyar szurkolók, vagy például azok, akik egyébként kimentek volna, mert így most tényleg mindenkit együtt büntettek, abszolút futball ellenesen. Na mindegy, hát ettől függetlenül remélem, hogy azért a kárpótlást majd megkapjátok, ha esetleg volt már szállásfoglalás vagy utazás. Mert küzdünk a nemzetközi portálokkal. De az biztos, hogy a bolgár foci is, volt a Ludogorets Razgrád, akivel találkoztunk mi is, a Fradi kétszer, tehát elaltatta őket is az, hogy jött egy tulajdonos, aki tett bele pénzt és vett 8 brazilt. És más bolgár klubok is követték a példáját, aminek az lett a vége, hogy a helyi fiatalokat nem foglalkozott senki, anyagilag sem erősek azok az egyesületek. Ez azért az ország azért nem áll jól. Szófia, nem is hittem el, amikor foglaltuk a szállást, hogy milyen árak vannak, milyen szintű szállodai szolgáltatások, milyen összegért. Tehát a negyedel, mint ami itthon elvárható egy ilyen kvalitású hotelben.
és nyilván nem véletlenül tart itt ez az ország, de az biztos, hogy mondom, egy Ludogoresznek a felépítése, az együtt járt a válogatott szereplésének visszaesésével. Mindenesetre az a modell, hogy egy zöldszínű csapatot telepakolnak külföldiekkel, és akkor lesz egy nemzetközi szintű csapatuk, ez nem csak Bulgáriában ismerős, ezt itt közelebb is tudnék mondani példát. Ugyanakkor Rapid Wienre gondolsz? Természetesen, ugyanakkor a válogatott valóban az ellenkező utat járja közben, de azért figyelmeztető lehet a bolgár példa, hiszen ha nincsenek saját tehetségek, nincsenek fiatalok, akkor egy idő után azért nyilván a válogatott is kifullad. Most viszont úgy áll a helyzet, ugye, hogy zárt kapu ide vagy oda, mindenki nagyon bízik benne, hogy a magyar válogatott megszerzi azt az egy pontot, de ahogy már említette is Laci, meg Balázs is, hogy tele vagyunk, ráadásul elég fontos posztokon sérültekkel. Nem tudom, hogy ezek után hogy várjátok, vagy mit vártok ettől a mérkőzéstől, bevallom őszintén, én azért nagyon csalódott lennék, hogyha ezt az egy pontot nem szereznék meg, bár igen, jó szituáció lenne az is, vagy legalábbis a szurkolói szempontból élvezhető, hogyha az utolsó meccsen teltházzal Montenegro ellen valóban olyan tétért menne ki a csapat, nem csak ünnepelni menne ki a közönség, hanem mondjuk az lenne a tétje, hogy akkor ki kell jutni az EB-re, egyébként egy jóval nehezebb ellenféllel szemben. Legyen meg az egy pont, én azt gondolom, hogy most ez a cél kell, hogy lebegjen a Marco Rossi szeme előtt is. Egy nagyon jó stratéga, nagyon jól meg tudja találni majd azokat a játékosokat, akik Sallait és a többieket valamilyen szinten pótolni tudják. Nem vagyok benne biztos, hogy ez lesz ez a meccs, amikor hármat gurítunk majd idegenben Bulgáriának, ne legyen igazam. Én azt gondolom, hogy ez egy szenvedős meccs lesz, nem lesz könnyű, de az az egy pont azért minimum meg lesz, de inkább legyen három. Nincsenek rossz játékosaink, amúgy az úgynevezett válogatott B-sorba is akár mondhatnánk, de tény, hogy a stabil kezdőcsapatban, akikkel azért most már évek óta Rossi és stabilan számol, nagyon nagy érvágás, de tényleg azért jó játékosok vannak most ebben a válogatott keretben, úgyhogy azért nem kell kardunkba dőlni. Bulgáriahoz képest legalábbis nem rosszabb. Nem kell a kardunkba dőlni, tehát én is optimista vagyok, lehet, nagyon bízok benne, hogy arról ne is beszéljünk, hogy kikapunk, hanem az, hogy most X vagy esetleg hány góllal győzünk, inkább az a tét, mert azért a Montenegro ellen akkor tényleg egy igazi népünnepének mehetünk neki, egy felszabadultsággal játszott eleve a válogatott, mert azért egy görcsös állapot nem tenne jót. Az eszembe jut 86, amikor a válogatott utoljára lett világbajnokságon. Ti még emlékeztek rá, ott is az utolsó meccs, már tét nélküli volt a hollandok ellen a Népstadionban, 75 ezer ember kiment, addigra a válogatott kijutott. Mentünk ünnepelni, a hollandok meg, akik akkor épp nem volt olyan magasan a holland foci, ki sem jutottak utóbb a VB-re, de minket megvertek, és akkor a közönség így meg volt sértve. Abszolút. Kijutottunk a világbajnokságra, de a 75 ezer ember ott fütyült, hogy most nem lesz ilyen, amúgy szerintem. Igen, vagy nem nyerünk. Hát ez most valószínűleg nem fenyeget azért. És a 2026-ra készül 40 év után, lehet, hogy Mexikó után Mexikóba fogunk érkezni, mert én bízok egy VB szereplésbe, és majd, hogy legyen meg az EB. Azért lenne jó ezt a meccset megnyerni, méghozzá több góllal, de szerintem meg is fogjuk, mert itt a VB-selejtezőknél szóba került már a kalapok, tehát hogyha az öt legjobb csoport győztes, a VB-selejtezőn az első kalapba került. Tehát itt volt jelentősége az EB-selejtezőre való sorsolásnak is, hogy nagyon jó pozícióba jöttünk, és nem minket sorsoltak nagyok mögé, hanem gyakorlatilag hozzánk jöttek a nálunk kevésbé jók. A szerbekkel vagyunk szerintem egy szinten, illetőleg ez a Rossi csapatának az óriási erénye, hogy jobb csapatokat is már meg tud verni, hogy megvertük az angolokat, a németeket, nyilván az olaszok ellen is megvolt az esélyünk, hogy Európa Nemzetek Ligájának a döntőbe kerüljünk, ott nem volt szerencsénk azon a meccsen. Tehát tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy most már a tisztelet abszolút, és hogyha megvan ez a két győzelem, már pedig szerintem meg lesz, akkor nagyon komoly esélyünk van arra, hogy tehát VB-selejtezőn indulni az első kalapból, az elképesztő lehetőségeket tartogat. És magán az Európa-bajnokságon is kerülhetünk még ugye az első kalapba, bár az most már kicsit nehezebb, nem csak a magyar válogatotton múlik. Meg egyébként elnézve az Európa-bajnokság mezőnyét és lehetséges kalapbeosztását, szinte nincs is nagy különbség, a másodikban is lehetnek baromi erős ellenfelek, mint ahogy ha másodikban vagyunk, akkor nyilván az elsőből. De hát majd nőni fog az étvágy, ebben biztos vagyok, hogy amikor a jövőre akár ebben a műsorban az Európa-bajnoki esélyeket latolgatjuk, akkor meg majd ott leszünk telhetetlenek, hogy jussunk tovább a csoportból. De hát először jussunk ki, úgyhogy ez a cél. Köszönöm szépen a mai részvételt, reméljük, hogy nagyba segítettük megfejteni a világ nagy titkait, és innentől kezdve a Vidi és a magyar válogatott is csak előre és csak hasít, ahogy az utóbbi hónapokban megszokhattuk, és legközelebb pedig nyilván majd beszélgetünk azért más, hál' Istennek szintén sikeres csapatainkról, mert most Fehérváron éppen úgy nagyon beindulni látszik ez a sportszezon. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet, viszontlátásra!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.